Hát napszemüveg után, hogy az embernek van egy jó napszemüvege, akkor irány például egy fesztivál, ugye nyár a fesztiválok ideje, aztán nem árt figyelni arra bizonyos napszemüvegre, mert lehet, hogy éppen elveszíti egy fesztiválon a fesztiválozó. Na de hát ettől komolyabb bűncselekmények is történnek, és hogy ezt hogyan is előzhetjük meg, az arról dr. Kovács Attilával beszélgetünk, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetőjével. Szia Attila, jó estét! Hát mindenki fél attól, hogy valami történhet, ugye főleg a szülők, mi szülők, hogyha a gyerekeinket elengedjük akár egy rövidebb kirándulásra, hát ha egy hosszabb fesztivál, akkor meg azt gondolom, hogy azért minden egészséges szülőben van egy kis félelem. Fel lehet erre valahogy készülni, vagy készíteni a gyerekeinket? Mindenféleképpen fel lehet készülni, és fel is kell készülni, azt gondolom. De alapvetően kétfajta ilyen veszélyeztetett érdekelhet szóba a fesztiválok, és nem csak fesztiválok, hanem falunapok, városnapok, vagy bármilyen nagy ilyen közterületen történő rendezvény kapcsán. Az egyik, hogy a vagyonbiztonság, az értékeinknek a védelme, ami veszélyeztetve van, és talán azt gondolom, hogy a kettő közül ez az, amelyik érdekében többet lehet tenni. Tehát minden a tapasztalat azt mutatja a rendőrség részéről, hogy nagyon magas a sértetti közrehatás, tehát a körültekintéssel ezek a bűncselekmények megelőzhetőek lennének. Miről is gondolok? Itt arról beszélünk, hogy elmegyünk szórakozni, elmennek a fiatalok szórakozni, és ezeken az alkalmakkal magukkal visznek különböző értéktárgyakat. Ez lehet mobiltelefon, készpénz, bankkártya, ami ugye értéket testesít meg, és sok minden más. Ugye jó tanács a rendőrség részéről mindenképpen az, hogy csak olyan dolgokat vigyünk magunkkal, amire szükség van. Tehát a tablettet nem feltétlenül magunkkal kell vinni egy ilyen rendezvényre, annyi készpénzt vigyenek magukkal a fiatalok, illetve a szórakozni vágyók, ami szükséges, tehát felesleges értéket ne vigyenek magukkal, mert magának a fesztiválnak vagy a rendezvénynek a megközelítésével kapcsolatban is nagyon fontos, hogy a gépkocsival mennek például, akkor lehetőleg olyan helyen parkoljanak a gépkocsival, ami megvilágított, sokak által látott terület, tehát nem egy elhagyott sötét terület. A gépkocsiban nyilván értéket ne hagyjon senki, tehát a tabletet, laptopot, pénztárcát, bármilyen más értéket ne hagyjunk az utastérbe, hanem zárjuk el a csomagtérbe. Illetve nagyon fontos még az, hogy a gépkocsit miután lezártunk, győződjük meg, hogy valóban le van zárva, ugyanis erre volt több példa tavaly évben, hogy úgynevezett blokkolóval megakadályozták, hogy a távirányító működjön. A jelet, amit a gépkocsi felé a távirányító elküldött, az nem érkezett meg, nyitva maradt az autó, és így gyakorlatilag az elkövetők több dolgot is eltulajdoníthattak a gépkocsiból. Tehát ez nagyon fontos dolog. Magán egy ilyen rendezvényen a részvétel során pedig törekedjünk arra, hogy az értékre vigyázzunk. Ne a farzsebbe tároljuk akár a napszemüveget, vagy akár bármilyen más értéket. Gyakori szokás, hogy a mobiltelefon a farzsebbe van, ez is egy nagyon rossz és nem előremutató gondolkodásmód, ha lehet ezt így fogalmazni. Ha van táska, övtáska, hátizsák, vagy nőknél valamilyen női táska, akkor azt magunk előtt tároljuk, vagy tartsuk, ne pedig a hátunkon, legyen becipzározva. Szintén nagyon fontos, hogyha vannak okmányaink, bankkártya, okmányok, különböző értékek, akkor az a különböző rekeszekbe legyenek elhelyezve a táskában, hogyha esetleg mégis a zsebtolvaj bejut a táskába, akkor ne tudjon mindent eltulajdonítani. És ami nagyon fontos még, hogy ha megtörtént a baj, tehát eltűnt mondjuk a mobiltelefon, vagy a pénz, vagy bármilyen más érték, akkor nyilván egyfajta kutatást nézzünk a környezetünkben, hogy nem hagytuk el, de minél hamarabb értesítjük a rendőrséget. Tehát ne várjunk el a napokat, hiszen a rendőrségnek ez életbevágó, hogy minél rövidebb idő alatt tudja az információkat megszerezni, hogy az eredményesen felderítse a bűncselekményt. Ugye ez egyik kör volt, amiről beszéltem, hogy a vagyonbiztonság, a javainknak a védelme, a másik, ami szintén nagyon fontos, az egészségünknek, a testi épségünknek a védelme. Ami a fesztiválok kapcsán szintén elkerülhetetlen beszéd téma lehet, az a drogfogyasztás. És ugye azt látni kell, hogy a drog az jelen van mindenhol Magyarországon, a fesztiválokon és a különböző ilyen rendezvényeken is. Nagyon fontos, hogy csak olyan italt fogyasszanak a fiatalok, vagy fogadjanak el, amit látják, hogy előttük bontanak fel. Csak olyan ételt tegyenek, amit látják, hogy előttük tesznek eléjük, illetve készítik el. Idegenektől ne fogadjanak el italt, sem ételt, sem tablettát. Ezek nagyon olyan dolgok, amelyekre, hogy odafigyelünk, akkor azt gondolom, hogy lehet csökkenteni mindenféleképpen a veszélyeztetettséget. A szülők szerepéről meg kell említeni mindennek előtt, hogy azt tudnia kell a szülőknek, akikkel barátkozik a gyermeke. Hogyha azt látja, hogy olyan barátai vannak, akik teljesen újak, új szokásokkal, akkor mindenféleképpen érdeklődjön, hogy kik ezek, honnan ismeri őket, mivel foglalkoznak, mit csinálnak. És a drogfogyasztás kapcsán a szülőnek lehetnek esetleg gyanúi, hogyha azt látja, hogy gyereke hirtelen fogyásnak indul, tehát vannak ilyen fiziológiai tünetek, a szeme, a pupillának a, ugye, meg kitágulása,
egyébként az egészségi állapota leromlik, és látja, hogy új barátai vannak, akiknek új szokásaik vannak, akkor mindenképpen egyfajta gyanakvást kell, hogy ébresszen a szülőben. És ha van egy egészséges szülő-gyermek kapcsolat, akkor azt gondolom, meg lehet beszélni, vagy ki lehet szedni legalábbis a gyerekből azt, hogy esetleg olyan dolgokat tesz, amelyeket nem kellene, vagy később megbánhat. Hát köszönjük szépen, Attila, és azt kívánjuk, hogy eseménytelen, illetve kellemesen teljen a nyár a kollégáid számára köszönjük is. Szépen. Kedves nézők, mi pedig hamarosan nem egy fesztivállal, hanem egy városnappal folytatjuk.